Na nézzük. Ja, tényleg be kell állítanom a izét, üle. Ja igen, és most itt az az intro. Ugye valaki kezet fog valakivel, és itt van Morden. És ugye itt az van, hogy az Amadeus nevű tudós a saját szindikátusával ugye összeszövetkezett Mordennel, és az ő harci technológiáját felhasználva létrehoz egy kompjútervírust, amivel az össze a Föld összes létező hadseregének a kompjúterébe be tud szállni, és a vírussal így maga tudja kontrollálni, és az a neve, hogy fehér baba krízis, amit a saját lányáról mintázott le, mint egy kisgyerek, hogy azt akarja, hogy boldog legyen a kislánya, hogy tudjon mivel játszani, és így a kezébe adja neki konkrétan a világ összes katonai számítógépét, és ő tudod, kapott személyiséget a Metal Slug Advance-ben, a mobilos Tower Defense játékban. És tehát igen, az Amadeusnak ez a fő lényege, hogy átvegye az uralmat a katoná, a harci a számítógépek felett, és ugye ez azzal jár, az olyan káosszal jár, hogyha átveszi a hatalmat a kompjúterek fölött, akkor konkrétan így megszűnnek a hadseregek, és csak az Amadeus szindikátus létezik, ergo meg Morden. De Morden itt nincs is egyébként. És igen, láthatjuk, hogy itt a rebelisták vannak, de itt már konkrétan az Amadeus szindikátusnak a tagjaival harcolunk. És igen, lesznek itt tudósok, ahol konkrétan ilyen majom átváltoztató vírussal fognak megtámadni minket, és akkor ugyanúgy járunk, mint után a csimpánz a harmadik részben, akit meg tudtunk menteni. És szintén ő reguláris katona volt. Tehát nagyjából ennyi a sztori, és az új karakterek, ugye Trevor... Zoli, egy dolgot nem értek, hogy oké, ezt Morden eszelte ki, de túl sok keze nincs ebben az egészben, hogy a Dogi mit tervez. Igen, meg az a baj, hogy ő sem nagyon nincs megjegyezve, hogy ő most konkrétan hogy hívják, mi a hivatalos neve, mert ismeretlen, de mindenki tudja, hogy nyilván Amadeus a neve, nyilván a saját szindikátusa miatt. De ez megint egy ilyen összeszövetkezés, hogy hát ha maslakokkal nem jött össze, akkor szarok bele, akkor jönnek majd megint emberek szindikát, kiberterroristák akkor jöjjenek. És csak vágjad, akkor a hatodik rész még nem jött létre, ugye a harmadik rész után a negyedik rész jött létre, és ez egy teljesen új storyline. Ergo, amiben Morden nem jelenik meg maga, csak az intróban, és az ő hadserege segít Amadeusnak. Tehát lényegében egy olyan embernek, tehát most lényegében ezt vegyem föl úgy, hogy átbaszta a palánkon a Morden urat? Mondhatjuk így is. Mert most konkrétan lement három modern hadviselés 2030 környékén. Három, ugye az első rész, ugye első modern hadviselés, második rész második modern háború, harmadik rész harmadik modern háború, ugye végig regulárisok és az rebelisták egymás ellen voltak, közben a Mordenék ugye kitalálta, hogy akkor szövetkezünk intergalaktikus módon, akkor szövetkezünk a marslakókkal, utána az is bejött, az sem nem jött be, utána jöttek a vénusziak, akkor megint összejátszottunk, de mert utána megint rivalizálnak, mert megint puccsot tart ez a fasz. Egyébként ezt csodálom az, hogy Mordem azóta nem, hogy Mordemet azóta nem végezték ki. Nyilván, igen, állandóan mindig csak börtönbe vetették, aztán meg elengedték. Én nem értem, hogy mit akart a reguláris hadsereg ezek nyomán. Ja, meg Morden azért találtak ki az egész rebelista hadsereget, lázadó dolgot, mert az történt, hogy a családját konkrétan a reguláris hadsereg ölte meg véletlenül egy random bevetés során. Ráadásul a bosszúnak az indoka nem teljesen jelentős. A bosszú az inkább az a trilógia alatt zajlódott, vagy hát az első két rész után, de utána ezeket elengedte, miután volt olyan, hogy a marslakók ellen összeszövetkeztek. Utána ez már elengedte. De mondom, ez majdnem kb. Olyan moralizálás van a regulálisok és Morden között, mint mondom a gyalogkakuk meg a préri farkas, vagy Sonic meg Eggman. Hogy jó haverok néha, de utána gyűlölik egymást, mint a szar, de utána... De várjál, Eggman-nél nem igazán, tehát Sonic az pont olyan egyiket, aki ezzel nem igazán törődik. Tehát inkább Eggman az, aki sérteget, Sonic az csak inkább a feladatra koncentrál, aztán igen, az igen, ugyan... Igen.
Az, hogy milyen irányt vettünk a 2010-es években, az meg, arról meg inkább nem akarok szólni, neked, mert azt is figyelembe, hogy a készítők, az SNK-sok nem igazán, csak kitaláltak egy háttérsztorit, egy ilyen fillert, hogy valamilyen koncepcióval el tudják képzelni az új játékot, és nem megint ugyanaz legyen Ctrl-C, Ctrl-V, mint az előző három, bocsánat, előző négy. És akkor itt annyi még a újdonság a regulárisoknál, ugye, hogy Tarma és Eri ugye külön próbálnak szertenni, létrehozni, mondtam, egy ilyen antianyagot a vírus ellen, a komputervírusén egy antikomputervírust, egy antikomputermérget, és ehhez két új újoncot kapunk, ugye Nadja és Trevor személyében, hát akik igazából csak új karakterek, viszont annyi hogy mondjam, nincs karakter specifikus képességük, hanem csak annyi, hogy a közelharci a képességük másmilyen, hogy Trevor a csizmájába beépített bicskájával tud torkot nyiszálni, Nadja meg sokkolóval tud ütlegelni. Ennyi. Semmi újdonság. És hogy hallom a KOF 2002 használatos érme hangot hallom itt is. Igen. Hát SNK nyilvánvaló. Na, és mondtam, a negyedik résztől indul be a D-gomb. Na, ezt már nézzük meg, hogy mi. Szerintem mondom ugyanaz, hogy mostantól arra a gombra rakták ki az úgymondat. Ez a te is végélben vagy bent, vagy már? Azért. Ben vagyok már. Oj! Hát de még a karakterválasztón is be tudok lépni, hát nem tart sem eddig, ha nehogy jó, Isten oda jutott meg. Jó, közben meg azt mondta, hogy belít és hallottam, hogy hoj! Az elnöktől. Igen, a D betűre van rakva az önmegsemmisítő. Hál' Istennek! Na ez, ennek örülhetsz. Hál' Istennek, bazd meg! De maradok, akkor is az a baj, hogy benn van. Maradok Kióval. Jó, én Trevorozok. Én most kivételt teszek. Ráadásul itt ugye az új fegyver, a dupla gépfegyver, ott az is csak úgy lett, mivel a régi narrátok nem tudták visszahozni, úgy csinálták meg, hogy csak összevágták a tűnösségből. Igen. És igen, én hülye, mondtam, hogy jól nem vettem észre, a végigjátszás alatt mondtam, hogy jé, ő nagyon le van lassítva a második rész és a harmadik rész narrátora. Hát, meg ugye ott normál hangom volt ugyan, de nem volt lassítva pont. Az ország a izé miatt volt inkább szerintem a... Szerintem inkább a izé miatt volt az Anthology port miatt, mert ott megoldották, hogy a hangminőség jó legyen, igen. Csak be volt lassítva a hangja. Az antológiában konkrétan minőségromlás történt. Még ilyen tompább lett a hang. Egyrészt, másrészt a többiben meg, ha meghallgattad, akkor ugye a haton kívül mindenkinek mélyebb, az összes narrátornak mélyebb, meg a katonáknak mélyebb lett a hangja. Igen. Mi a fasz? Szóval ehhez is gratulálok egyiket, hogy... Ez a furcsa, hogy ezt nem tudták megoldani a PSP-s változatban, aztán de megoldották ugyanezt később a izében, a dupla X-ben, Xbox-ra? Ja. Meg ráadásképpen volt egy olyan is, hogy PS2-re külön megcsináltak a 4-est és az 5-öst. Tehát nem is a antológián kívül. Aztán már arról nem is beszélek, hogy PS3-ra is megcsináltak a harmadik részt. Te vetted fel, jól van. Pedig bakker amúgy az SNK, pedig amúgy látom az SNK-n, hogy ők nem hülyék. Tehát nem hülyék. Tehát például a KOF stílet, amennyire lehet, próbálják gondozgatni. Ja, meg annyira szeretem, hogy Metal Slug mintára raknak bele. Például ott volt az Attack meg a Defense-ben, hogy a konkrétan King of Fighters karaktereket is beleraktak. Lásd például a Kyo, vagy... Igen, Kyo Kusanagi, meg Chobo-at. Meg hát az Ikari harcosok is, meg Leon, a Clark, Ralph, ők is King of Fighters karakterek alapból. Igen, ők már a megjelenésében voltak. Igen, és igen, a hatodik részben debütáltak először, mint a Vred kommandó, Harak kommandó, és ugye Hayden tábornok vezetésé, vagy a Leon a nevelőapja. Hayden ezredes is játszható karakter egyébként a Atakban vagy a Defense-ben, nem is tudom. Defense-ben emlékszem, mert ugye én inkább azzal a játékkal játszok, mert játszottam egy időben egy csomót az Atak, a Metal Slug Attack-kal, csak azt vettem észre, hogy mivel mobil játékról van szó, ezért szerintem ők is gondolták, hogy muszáj lesz az a standardhez maradni. Ott az A betű. Bocsi, közben ott az A betű. Tehát nem a piros körben a
fekete X-ame, ami a rebelistáknak a logója, hanem itt már egyértelmű, hogy az Amadeus szindikátusnak a tagjai ellen harcolunk. Szóval még egyszer visszatérve? Tehát hogy az észlémből is kártyajátékot csináltak az Atakból, hogy konkrétan látták, hogy nyitogatott meg a... Youtube az mindenféle szarra játék, meg izéket látták, hogy nyitogatott, hogy karaktereket oldjál föl, ráadásul úgy, hogy kapásból megkapott az összes kopit a legelején. Szinte, hogy a story mode az triviális legy, maga a story mode az triviális legyen, de amúgy például a multiplayer csaták vagy olyan küldetésekben, ami mondjuk elit kategória, ott meg mondjuk szükség legyen még elitebb cuccokra. Igen. A defense-et azért szeretem jobban, mert ott ugye medából tudsz gazdálkodni, amit meg vagy napi szinten kapsz, vagy küldetés megcsinálással tudsz szerezni. Igen. Szóval jobban több farmolásra, de ugyanazt el tudod élni, hogy tök ingyen saját magad választhatod meg, hogy mit vegyél. Nem az van, hogy azt kapod, amit a játék diktál neked. Ott a mobilos fejlesztőknél egy kicsi ízét kellene csinálni, hogy legyen valami más lehetőség is arra, hogy ne ládából kapják egyáltalán, mondjuk lehessen megvenni ízét. Karaktereket igazi, mondjuk mit tudom én, igazi pénzért, ha már mikrotranszakció szükséges, mert nyilván van a mobil játékokon nem lehetődött meg rajta. De például de mondjuk pénzért, legalább pénzért megadni az adott karaktert, hogy akkor ne feltétlenül a ládás szerencséjátékon múljon az egész. Vagy ha már kártyás, akkor legalább valami normális módon oldják meg, mert a... Ja. Sonic Forces Speed Battle-ben most azt elkezdtem nemrégiben újra játszani, és pár hete jó sok karaktert nyitottam. Ott például a ládákból az alapkarakterek közül mindenkit meg. Azért van olyan specifikus ládák, amivel izét tudsz kinyitni, más olyan specifikus karaktereket. De amúgy az adott, de amúgy még így se kell rá költened. Tehát, hogy időben kapsz rá lehetőséget, hogy azokat a karaktereket kihold, akiket szeretnél, vagy azt a kategóriát kihold, amit te szeretnél. Nem az van, hogy nyitsz egy ládát, és akkor mérde szerint döntjük el, hogy az 1000 meg 100 ezer közül mit kapsz. Nem, itt csak az van, hogy az alapkaraktereknél van így, tehát amiket alapból kapnál. Common, ritka és nagyon ritka kategóriából. Nem az van, hogy mindig mondjuk random kapsz egyet, és akkor ez válik el, hanem mindig van valami garancia, hogy legalább egy izét kapsz. Azon belül, és csak azon belül más. Igen. Ami meg mondjuk a különleges karaktereket illeti, akkor mindig kapsz rá a lehetőséget, hogy... mindig kapsz arra a lehetőséget valamilyen úton módon, te azokat kinyisd. Te vesz föl. És én hullok. Bocs, hogy kicsit eltértem a témát, de muszáj volt. Semmi baj, nyugodtan, mert mások meg soha nem beszéltek volna róla. Hogy azért az ilyenfajta mobiljáték színvonalán, amit követik el, ott sem mindegy, hogy hogyan kivitelezik, mert maga az ötlet az attól függ, hogy milyen ötlettel akarják megvalósítani. Ez mindig ott válik el. Jó van. Ó, egy kis ismerős pálya az, azt hiszem a első vagy második részből. Rész. Ja, az X-ből, igen. Hát az második rész. Első mondtam. Ja, az első. Ja, tényleg. De várjál már, ennek a pályának az eleje az is az első részből volt ismerős. Igen, mondom, össze van mosva. A pálya elején ennyire nem volt kreativitás, hogy hol menjünk. Ezek szerint basszus. Pedig amúgy abszolút nem mondanám azt, hogy... Na például ez a bunkeres rész? Ez egy te ugyanaz. Igen. Egy dolgot kurva nem értek, hogy... Hogy első pár pályák közül mi a faszom értem lehetett volna valami más kitalálni legalább, hogy ennyire szorított az idő, mert 2 év telt el a Metal Slug 3 után. Igen. Bőven lett volna idő valamit kitalálni. Ennyire nagyon ott a kreatív, sőt, hogy bár úgy pályán kitaláltak, de amúgy a legelejére csak ezt tudták besugasztani, hogy mi a fasz?
De ez, ez például nagyon, ez például ekte ugyanaz a szakasz. Igen. Annyi, hogy annyi, hogy pár épületet hozzáadtak, meg ugye az ellenfél eljelzés és más. Ez meg például a második pályának a szakasz által. Mondom, ez ugye a negyedik rész, tehát az első három után vagyunk, tehát akkor még nem volt megbeszélve, hogy ja, hát akkor babráljunk a hatodik része meg az ötödik résznek a történetével. Jó, az világos, én a pályán felhozottam miatt... Ezt is mondom, a pályán is recikuláltak. Én meg kalimpálnak a levegőben, mert nincs gránátom. Of course. Hát ez jó, tompak annyi. Hát ez büzis volt, de tényleg. Ja, és akkor szevasz, Ellen. Nyilvánvaló a harmadik rész után semmi baja nem volt. És egy kis kontra négy utalás. Várjál, itt az izében a harmadik részben kipottyant az izéből. A repülőgépből, azt még megértem, hogy túléri. De azt nem értem, hogy a faszban nem érte túl, hogy... Megette egy... Várjál, de hát most az Amadeus ellen vagyunk, úgyhogy nyilvánvaló ez a kiborg ellen volt. Uh-huh. És egyébként ez, mondom, ez a boss, ez tök egyenesen utalás a Contra 4-es első bossra, mert ott is ugyan ilyen hasonló ellenfelet kellett leszenni, csak dupla képernyőben. Ezt fölülszedjük le. A vulkánágyú. Itt is, ez is például egy olyan ellenfél, mint amit a hotban láttunk, hogy kicsit kiszámítottam azt, hogy mit kell itt csinálni. Ez maga alá húgyozott az a vulkánvető, de undorító volt. Hogy itt is azért függ össze, van minimális taktikázás, legalább annyi erőlépés van a hathoz képest, hogy annyi minimálisan te taktikázhatsz, hogy most eldöntöd, hogy melyik részét szeded le mondjuk a gépnek. De amúgy támadás szempontból megint ez a Buckshot Roulette kategória. Ja. Buckshot Roulette, ja igen. Hát az a játék. No, és akkor Eri jön, hogy fosza volt, gyerekek. Ó, szegény gyerekek. Na például itt a harmadik helyen látszik meg, hogy nem volt, hogy konkrétan nem volt, ez egy kreatív csőd mégsem volt. Tehát nem értem akkor az első pályán miért nem találtunk ki valami kreatívabbat, ami a izét illeti? Mert az első pályán is csak az izé, az alsósáv volt valami másom. Ja. A kettő az például egy, az egy ugyanúgy felhasznált pálya elemekből volt. Hogy a szinkróban meghíztunk? Flames a tiéd. Ne! Basszus! Erre beleugrok, jó van, pedig direkt ezt akartam kikerülni. Én ízésen, mint négyzet polgármester, én lovakocogok! Baszki mi engem! Bár belegondolva nem igazán lenne szívem csücske az izé, maga a Superman animációs film. Hiába ugyanaz a Dick készítette, aki mondjuk a Adventures of Sonic Hedgehogot, ami mondjuk tisztességesen össze is volt rakva, meg jól is nézett ki. Mm-hmm. De például az Enkapitánynál azt mondom, hogy ott legalább a magyar szinkron miatt volt valami... Haszki! Nekem megvan DVD, tudom, hogy milyen az! Hát nekem is megvolt egy időben, de gyerekként én azt néztem, hogy ez... Nekem a mai napig megvan mind a Super Mario kalandjai... De várjál, ezeket szerintem gyűjteném be az összes eddigi létező izét. Például Sonic X DVD, mert akkor inkább azt kérdem... Nekem az első az megvan DVD-n, az első etap. Azt hiszem az első három epizódot tartalmazom. Nekem is megvolt az első epizód DVD-n, szóval... Ezek szerint a véletlen... Azt vett föl. Bocs, kiugrottam a Continued alatt a képernyőből, és a hátat nem hagytuk. Nem baj, visszaszedtem. De ott kaptál egy újat, jó? És akkor itt lesz 3 túsz? Vagy 2? Thank you. Ó, igen.
És itt egy Morden. Hoppári. Ekkora béna nem lehet. Jó meg az erősítő helikopter. Erre belemegyek. Ez egy kicsi bezavar, amikor itt megvidi a helikopter. És plusz a körfűrész. Bár mondjuk még mindig is egy egyszerű főellenfél a másodikhoz képest. Az első, igen, meg a harmadiknak a főellenfél a Bokker az olyan, amit mondjuk meg lehet, amivel még realisztikusabb az, hogy tasztus falán nélkül meg tudod csinálni. Ó, baszki, amikor tudom, hogy Figyelsz, rá menni is fog. Ezt például meg lehet tanulni. A hatban, amiket láttunk, azokat nem. Engem elkopik. Ennyi. Segítsetek! Béna. Férzem. Jó, röhögjé csak. Egészségedre, fió. Jó van, már ne sietessé már, Tarma. Szerelő. Jó, a csapatban a szerelő. Tehát, hogyha a hatodik részben bejössz a slugba, akkor nagy eséllyel dupla életponttal fog rendelkezni a slagod. Illetve bele tud rúgni, és akkor ilyen orosz rulett van, hogy vagy elpusztul, vagy fel tudod javítani. Ó, a mutáns járó a az X-ből. Ha mondjuk azért legalább ennyire körülünk, hogy ők legalább ott valamit próbál, hogy visszahoztak. Ja. Bokker, ez még annak ellenére, hogy ez is egy kicsit defektes játék, mint még ez is jobban össze, ennél is konzekvensebb főellenfél harcok vannak például, mint a hatban. Milyen érdekes, hogy itt is hogy az összenkéseknél egyedül csak egy komolyabb mélypont volt, ugye a Metal Slug 3D, aminél. Amúgy koncepció ügyileg nem is volt rossz ötlet, meg nem tudom milyen, én örültem annak, én mindig szoktam annak örülni, hogy beszélek róla. Te merre menjünk? Menjünk föl a zombikhoz, vagy tovább a múmiákhoz. Föl a zombikhoz. Azt hogy a faszba jártam túl? Ja, fönt van az a sugaras. Oké. Okay. Szóval én inkább nézném a Sonic X-et szerintem, mint mondjuk azt a 10-es részerős sorozatot. De mégis ja, azt van, hogy inkább, hogy én most már utólag belegondolva, hogy itt belőtt a fejem, meg én is megtaláltam a saját kedvenceket, hogy nekem mi, igazán átgondolom, mi jön be, milyen stílusra, amit én akarok követni. Azért a Zen kapitány, hiába nem vagyok itt, nem tudom, ugye Zen kapitány ma pár jelenetre, pár idézetre emlékszem akarva akaratlan, hogy... Tehát ez az én dolgozok, ez is... Amit kaptam az alkalmon, hogy én mit csinálok, hogy elkapom, hogy elkerüljem a nézőket, már is mentem. Ja, amúgy egyébként ismét pályaújra hasznosítás. Csába. Ne, öld meg a dokit, de nevet nem kaptam orvosságot. Ja, de nem tudtam már okádni, mert nincs gránátom, basszus. Mindegy. Jobb is így. Kinefagy, abba kerül közben meg a ja, és egyébként nekem sincs lőszerem. Okádás lőszerem. Ja, te megzombultál. Ja, amúgy megmondom, megint pálya újra hasznosítás. És most jön a boss. Hallod, amit mondom egyébként? Megint pálya újra hasznosítás. Igen. Mai... Ezt különlegesen, hogy azt kell szétlőni. Igen, tudom. Két éve játszottam utoljára, úgyhogy kellenek a frissítések. Hát... Nem így gondoltam. Jó, van, erre meghalt. Jó, van, atombomba ide mellé. Mondjuk ez a második pár is még... Mondjuk ez a... Ez is még egy olyan fő ellenfél harc, amire azt mondja az ember, hogy amúgy megtanulható. A kék lötyre vigyázni, mert a zombivá változtat. Nem, itt mindegyik zombivá változtat.
A izén, a kék mellett volna szerintem lőszer. Bingo! Jó, tényleg? Jó, vedd fel a chasert. Te meg okány! Ja, nincs nem tudok. Lőszer. Az gyönyörű helyen van az alatt két a vettő. Ben a gúzsban! Há, ott lett volna izé! De az múmia szérum. Jó! De a múmia szérum, de a izére is jó. Tényleg a zombi ellen is jó. Most már mindegy, megcsináltuk. Hú. De ez is mondom még... Ez is egy tanulható fő ellenfél. Igen, amúgy igen. Na, menjünk a kalózöbölbe. A kalózöböl, igen, az tényleg az jön most. Igen, a cenzúrázott változatban, az a mamés verzióban itt feketéket okádnának a fehér helyett a kalózok. Mi van? Igen. Ez is miféle cenzúra, bakker? Hát már az is, hogy mindenkiből fehér genya jön ki. Mint ha mindenki, bionikus lenne a vizéből, basszus, az alienből. De amúgy egyébként, ha jól látom, mozgása ugyanazok, mint az alakka, vagy a dizájn más, amúgy mozgása ugyanazok, mint az alakkatonák, viszont én ennél igen, újra alakítva a sprite-ok, újra vannak írva. Igen, de legalább ennyi változatosságot meghagytak, szóval... Igen, de azt vágod, hogy a hatodik részben a vadászok, azok a kanális vadászok, az ott az öbölben, a kikötőben. Azok is arab átírások voltak egyébként. Itt megyünk tovább, vagy le? Izébe, a vízbe. Irány a víz. Erre aztán sosem voltam. Vagy nem, ezt hagyjuk ki, pont a vizet hagyjuk ki, és már megyünk a izékhez. Majdnem a szindikátusnak a laborjába. Mondjuk én nekem annak örülök, hogy annyira nem voltak kustak, hogy oké, hogy a kalózok centre ugyanolyanok, mint a izék, az arab katonák, hogy legalább valami dizájnbeli különbség legyen benne. Igen. Erre legalább, ők legalább erre képesek. Nem úgy, mint egyes cégek, akik még mondjuk erre sem képesek, hogy ha már újrahasznosítok, akkor legalább valami más dizájn legyen rajta, hogy egyértelmű legyen, hogy újrahasznosítás, de akkor legalább az ellenfélben az a két legyen már. Megint nem tudom dobni. Hála Istennek, ez nem ötök az, ahogy rám esett. Na, hajón vagyunk. Azt, abba úgy belefutottam, mint annak a rendje. És leszúrt. És felőszedem a Heavy Machine Gun Go-ban. Amit, hogy jég lett volna. Jó, hogy az tomba kocogott. Jaj! Az igen! Bakker! Gyűlölöm ezt a platformozós részt. És persze közben még jönnek az ellenfelek. Vagy hát két helikopter, de amúgy ez is még a jobbik is. Hát, nem mint, hogy így se lenne probléma, hogy néhol elrontott az időzítés, hogy az ugrások is pont nem ugrik, hanem lesétál. De ne gyertek már! Egyszer elég volt! Tessék, most elkapom a fegyvert. De most mi ott a spawnolt engemet az a baromja? Meg is érdemlem a halált. Tessék, megint! Na, bakker! Nem igaz, hogy miért fölfelé lövi az a nyavad piros? Itt mondjuk elég lett volna szerintem simán a katonákat berakni. Helikopter az tök fölösleges lett volna ide. Igen, de miért megy tovább a kibaszott képernyő? Azért tovább futsz. Jó, most neked kell, tudom. Úgy. No, shit, Sherlock. Bitch.
Ó, most jön a Zeppelines boss. Azt hiszem, ezt is le lehet győzni talán egyszerűen. Igen. Ja nem, tengeraltjárós. Úristen, gonosz szeme van a tenger alatt járónak. Az ott nem minimum szem lenne. Dobd le! Most már minek? Na, ezt mondom! Ezt mondom, ezt mondtad, hogy egyszerűbb lett volna, de... Ez egy basszus! Ez egy bozék könnyű ellen. Az a nyomvad gatlinges, tudod mi volt a bambinim? Az a nyomvad gatlinges engem föltartóztatott. Folyamatosan kellett táncolnom, és alig volt gránátom. Hát én konkrétan azt csináltam, beálltam a hajó szélére, és akkor... Jó, aha, most jön a finálé. Most már megyünk a szindikátusnak a laborjába, a szuperszámítógéphez. Mert most már megvan a... Hogy mondjam, a kompjútervírus ellenszere. Szerintem. És ennek is kétfajta befejezése van. Na így jöjjtök baszol cuccok. Nem! Drop-chat? Nem! 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 Megint itt? A rakéta is jó, de a drop nem. Jó, azt majd akkor szedem fel a... Vagy az is jó. Az is jó. Na végre eltűnt a drop. Ah, erre megöletem magam. De baszki! A kucsök bazukások, és elvették az extra lőszert. Meg. Föld. Visszakötő ellenfelek a harmadik részből. De baszki! Jó, miért kaptam meg itt meg Erinek a halálhangját, amikor volt korábban megkészítve izéje a saját halálhangját. Azért, mert Eri, mert nem játszható karakter, azért kapta meg. Pedig... Mert neki nincsen hangja. De azt nem értem, miért kell kicserélni. Azt én sem értem. Igen, jó, abszolút nem az a karakter, aki így sikít. Igen. És igen, itt már kéken jelennek meg, tehát ergo ezek már alap abszolút az Amadeus tagjai. Azt hadd szedem ilyen föl én. Ó, itt vannak a tudósok, akik majomá változtatnak. Shit. Jaj, pont az a izé. Na, menjél már pöcsömöccse. Jó, izé után, borulja videó után, szabadon, GHT után szabadon. Így van. És baszki! Ez a jó oldalát nekünk gépuska! Anyád! Az hogy pofán vágott? Nem tudja, lenne, így is lenne elég. Vajon megint? Gyere, Jim! Gyere, Charlie! Hogy hívták a... A majom a családban van? A majom a családban van. Charlie. Igen. Charlie, jó. Jól emlékeztem, akkor én. A rakéta tiéd. Jó. Amíg nincs ellenszer. Ja, én is tudok gránátot dobni, de jó. Igen, azt tudsz. Ja, de mondom, a majom átváltozás az konkrétan a harmadik részből Yutannak az újra szkriptelése. Most már teljes irányítható. De legalább ez is kreativitás. De itt erre lehet mondani, hogy volt próbálkozás, csak némelyik döntését nem értem a izének. Igen. Csak itt az Amadeus irebelistek azok hogy jönnek. Hogy honnan szereztek, miért jönnek gépfegyverrel. Ja. Jó,
Nézzük! Tessék, hogy innen megedem kicsóri. Szoftlakoltuk a kurványát. Ó, és itt vannak a Morden klónok. Amíg fel is robban, arra vigyázni. Az fáj, sajna. Jó, az viszont még egyszerű feladat lesz, szerintem. Várjál, itt van egy slug. Ott a szérum! Szedd föl! Olyha. Jó. Jó. A szépen tudom azt is robbantja a sváltatását. Ott betalált. De szépen átugrottad az elsőt. De gyere közelebb! Idióta. Oké. Okay. Azért szerintem nyugodtan szólhattál volna neki, hogy azért jövő közelembe szétdaráljuk. Igen. Ne gyere utánam! Na, megint jó van. A brémi rendezés után szabadon. Minden robban? Oké. Okay. Kiskoromban fostam ezektől a Morden klónoktól. Nem tudom mi. Talán ezért. Anyád! Báááá! A Morden kiiktatott. Jaj, tényleg azt kéne, hogy kiiktattam gyorsba, hogy legalább az megzupasson. Jó, most már jó. Jó, várjál, ha dob tankot, akkor az az enyém. Nem. Nem baj, ott az elnök. Hol? Akkor maradjál ott fönt, te köcsög. Várjál. Nem tudod, te se. Se tudom széklőni az ernyőt. Ez majd mondjuk fasság, sajnos. Jó, ott hátul készülnek a robotok. Hát robotokat készítenek, és nyilván erre az alkalomra épült Ellen is, mivel ő is kiborg. És itt van valami olyasmi... Aha, igen, el tud lökni magától, tehát maga az ütés az nem öl meg. Így van. És igen... Ő nem az igazi Ellen, hanem az Amadeus kiborgja. De ugyanúgy működik a harc, mint a korábban. De ugyanúgy működik, így van. Ez de geci, hogy ugyanúgy tett ez geci. Nagyon geci. Kész, ennyi volt Ellen kiborg. Na, az most már az enyém. És akkor most jön az Amadeus elleni harc, ha jól tudom. A szuperkompjúterek. Igen. De maga a tudós az nem kompjútervezérelt, nem? Nem. Ő találta ki az egészet, és akkor bemegye ebbe a jobboldali konzolba, aztán a baloldalba, végül a középre. Kicsit kapunk egy Y-romot, hogy figyel. Jó! Ez volt a 17-es konzol. És akkor most átvett a 18-asra. Vigyázz, mert a karja el tud kapni. Ja, az már itt el. Jó. Jó, meg gépágyúzik. Abban majdnem belementem. Rossz volt az ugrás. Jó, megoldott. Itt mondjuk nagyon elfélt volna az a... becsúszás. Ja, tök itt jó, nagyon jól esett volna. Ó, mobil a szatilletek. Igen, azt én is elfelejtettem. Még vagy a karja egy kibaszott láncfűrészt küld. És az jön is visszafele. Miközben meg... Mirigánozik a buzija. Pont a legrosszabbat. Oké, ennyi volt. És akkor már csak a középső konzol maradt hátra. De ezt szétcseszed, utána meg addig közben beaktiválják a vírust. Ja. Jaj!
Mondjuk, ez tényleg még pattan is. Ott mondjuk, az viszont dicsérem, hogy az viszont jó pont, hogy próbálnak valami kis történetekre épülő küldetéseket kiadni bizonyos karakterekhez. És, az a hullám még bántott is volna, igen. És... és most valami keres. És mindig ez van valami ilyen kisebb meglepetés, szerű sztori. Az japánok kövelvel szürrealitással. Így van. És én is oda vagyok az abszolút nonsense abszurditásokra. Ami de japán. Az mondjuk jó pont volt. Ennyi volt. És akkor az lesz, hogy ki kell menekülni, mert önmegsemmisítő rendszer van itt, tehát futi van. De nem szabad megállni. Mert most lesz egy ilyen folyosó. Uh-huh. És itt csak fuss. Igen, na igen, ezt a zenét használtam fel a Metal Slug X-es paródiámban. A dobozokat nem lehet szétcseszni, csak ugrás van. Mondjuk ez a része meg a legkönnyebb a különleti a harc után. Tehát ahhoz képest, hogy fülelentéralc az mennyire nehéz volt, ez még babupiskolta, hogy ki kell szaladni innen. Igen. És ennyi volt. És akkor most elmondom neked, hogy mi a különbség a két befejezést közt. Annyi a lényeg, hogy vagy nem tudsz kifutni itt a folyosón, vagy ki tudsz futni a folyosón. Ennyi. Ennyi a különbség. És most elvileg mi a jó befejezést gyűjtöttük be. Amikor mindenki kajál. Ha nem jutottunk végig a folyosón, akkor nem halunk meg, viszont a kórházban végezzük, de aztán egy ilyen bárgyú vigyorral megúsztuk. Okay. Na. Erinek a szájmozgása bakker, az mennyire... Igen, ő is kapott ilyen röhögőset. És igen. Ha már kérdezted, hogy mind a ketten lehetünk kövérek, nézd meg, négyen is azok. Igaz, szinkronban vannak. És konkrétan mondjuk, a saját alkarjukat eszik meg. Mondjuk azért Erit meg Tormát is megnéztem volna, hogy ők is becsatlakoznak a kajálásba. Hát mondjuk igen. És igazából ők látogatnak meg minket a kórházban, ahogy mi a betegágyon vagyunk, és akkor ugyanez a fajta rögésből csak a vigyor van meg, és mindenki visszavigyorog. Tehát, hogy megúsztuk, majdnem ott hagytuk a fogunkat, de megúsztuk. Viszont itt még van érdekesség, ez a stábista zenei show, viszont hogy itt az Amadeus Integrátorsnál egy számítógép ugye még megmaradt, és itt a stábista végén történik egy dolog, ami egy kicsit még szomorú is vagyok. Ugye beszélgettünk erről, hogy valamit újat akartak kitalálni, de recipráltak valamit másból, meg valami jó sztorit akartak kitalálni, mindenhova kitalálnak mindenfélét, na majd erre is lesz majd egy dolog, amit szintúgy egy videóstól, ugye Bandentől tudtam, mert ő nyögvenyelősen végig rágta az egész Metal Slug szériának a történetét. 3D-stől mindenestől. Tehát csak a fő részeken ment át. Na. Mi volt a végére? Na kérlek szépen, a vírust tovább adták valakinek. De nem tudjuk, hogy kinek. És ez a szomorú az egészben, hogy ezt a sztorit nem vitték tovább. A vírus tovább lett küldve valakinek.
De ezt én tovább lett küldve valakinek, aztán azóta nem is lett felhasználva. Nem is lett felhasználva, mert ezután meg jön az ötödik rész, ami ugye egy újabb frakciót mutat be, akik nem is használják a vírust, ugye a ptolemaiosziak, és a ptolemaiosi háborút ütik ki, hol egy égből pottyant maszk segítségével démoni hadsereget hoznak létre. Ergo egy ilyen szektát hoznak létre. Tehát volt a náci hadsereg, az űrlények, kétfajta űrlény, földön kívüliek, akkor volt a most ugye a kiberterroristák, és most meg végül démoni szekta. A koncepció jó, de ezt nem vitték tovább, ezt a koncepciót sajnos. Mert ezek után jött az ötödik rész, amit ugye követünk, de teljesen más sztorit kapunk. És kronológiai szempontból a negyedik rész után játszódik az ötödik rész. Tehát ugye a 2030... Kapcsoljuk be a rádiót, legyen az AM vagy az FM! Ja, de ez volt gyerekek a Meroszlag 4, de azért élvezet volt ezt is végigtolni.